Éppen ebédelnek az egyik dunaújvárosi általános iskolában. Az ebéd mellé zöldségsalátát is kapnak a gyerekek. Az asztalokon már nem lehet látni só és cukortartót. Bár az elmúlt években javult a közétkeztetés, több egészséges ételt kapnak a gyerekek, az ajánlott értékhez képest még mindig háromszor magasabb az ételek só és zsír tartalma. Szeptember 1-től éppen ezért kevesebb só, cukor és zsír, több teljes kiörlésű élelmiszer, valamint több zöldség és gyümölcs lesz a menzákon. A tanárok és a szülők jó ötletnek találják, hogy törvényben szabályozzák a menzai étkezést. Nagyon jó ötletnek tartom, mert a gyerekek sokkal kiegyensúlyozottabbnak érezik utána magukat, hogyha a táplálkozás megfelelő. Nekem ez a véleményem. Úgyhogy szeretettel várjuk, és nagyon jó ötletnek találjuk. A közétkeztetés megváltoztatására a szakértők szerint nagy szükség volt. Ezt mindenképpen el kellett kezdeni, hiszen valahol mindent el kell kezdeni. Biztos vagyok benne, hogy szépen fokozatosan ez át fog menni a mindennapi gyakorlatba. Ennek finanszírozási oldalai is vannak. A másik pedig az, hogy a közétkeztetésben rengeteg vállalkozás vesz részt, akiknek ugye az az érdekük, hogy minél olcsóbban állítsák elő azt az élelmiszert, de ha van egy törvényi szabályozás, azt kénytelenek lesznek betartani. A Mintamenza program célja, hogy egészséges ételek legyenek a menzákon. A programhoz most még bármely közétkeztetést nyújtó szervezet önként csatlakozhat. A Mintamenza program azt akarja, hogy a programhoz önként lehet csatlakozni, főleg tehát fönntartók, főzőkonyhák, beszállítók csatlakozhatnak. Nagyon fontos az, hogy vállalják azokat a kritériumokat, amit mi lényegében tehát kikötünk, az, hogy csökkentik a kényelmi termékeket, valós alapanyagból készülnek az ételek, idén jellegűek az étlapok, tehát nem egy hatetes, tehát forgó étlapok vannak, nyilvánosságra hozzák az étlapot, amennyiben abban változás van, akkor azt előre tehát jelzik a fogyasztók felé, még plusz olyan, hogy a beszállítói körrel is felveszik a kapcsolatot, és a meglévő bevizsgált termékeknél, tehát a sótartalom, cukortartalomnak a csökkentésére került át sor. Annak ellenére, hogy jobb minőségű alapanyagokból kell majd előállítani a gyerekek menüjét, az Egészségügyi Államtitkárság egyik közleményében nyugtatott mindenkit, hogy nem lesz drágább. A közétkeztetők szerint azonban az egészségesebb és minőségi ételeket egyszerűen nem lehet ugyanannyiból kihozni, mint eddig.